A közös képviselő elmondta, hogy az 1973-ban átadott felvonó közel 50 éves szolgálat után lecserélésre került. 1973-ban adták át a liftünket, ami a társasházé is volt, és ugye már hát kellett egy új lift, és ebből az alkalomból gyűjtünk itt össze. A fejlesztés a társasház lakóinak a hozzájárulásával valósulhatott meg. Az itteni lakók forrásából sikerült megvalósítani, és hál' Istennek mindenki beadta a forrását, és hál' Istennek mindenki közreműködött benne, és segített, és akkor ennek a forrásnak a lényegével tudtuk ezt megvalósítani. Mint megtudtuk, a jövőben a ház külső felújítási munkálatait tervezik. Most csütörtökön volt nekünk egy lakógyűlésünk, és ezáltal lesz 5000 forint értékben durván mindenki társasházanként, és ebből a fejlesztésből majd szeretnénk idővel, tehát egy fundamental lakáskasszát fogunk nyitni az elnök úrral, Szalka László elnök úrral, és akkor ennek a jegyébe fog majd megvalósulni a külső munkálatok. Szepesi Tibor karcagváros polgármester elmondta, hogy a város üdvözli a fejlesztést, amely elsőként a ház lakóinak az érdekeit fogja szolgálni. Természetesen nagyon örülünk neki. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki látja azt, hogy milyen irányba fejlődik a város, és nem csak az önkormányzat jóvoltából, hanem azok a lakóközösségek, Karcagon lakóknak a hozzájárulása is kell ehhez, hiszen ha itt végignézünk a főtéren, nagyon sok olyan épület megújult, itt épp velem szembe a Bikásház, ahol egy gyönyörű felújítást láthattunk azzal együtt, hogy megőrzésre került a kultikus rajz a ház falán, de amerre itt szétnézünk, mindenhol azt látjuk, hogy folyamatosan újulnak meg az épületek. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a lakóközösség össze tudott fogni, megtalálták azokat a forrásokat, megtalálják azokat a forrásokat, amelyen lehet nyilván elsősorban a saját érdekükben fejleszteni az épületeket, szépíteni, de mindez a város arculatát is természetesen javítja, az itt élő közérzetének is azt gondolom, hogy jót tesz. A városvezető beszélt arról is, hogy külön öröm, hogy folyamatosan újulnak meg a település épületei, ezzel is emelve mind az ingatlanok értékét, mind pedig a város arculatát.